nehezebb a szigorítások miatt. Hát itt illetve az, hogy ugye az embereknek most már nagyon meg kell gondolni, hogy mit tesznek, mikor és hogy. Ez az én személyi véleményem. Nagyon nehéz életet élünk itt. Mi piacos kereskedők, belelátunk ebbe a dologba, milyenek a pénztárcák. Vastagok, végnyak, de általában inkább végnyak. Önkereskedőként hogyan tapasztalta a karácsonyi bevásárlás? Mennyire volt sikeres, mennyire volt jobb vagy rosszabb, mint az előző években? Hát az előző évekhez viszonyítva sokkal rosszabb volt. Nagyon keveset árultunk. Hát illetve az emberekkel is látszik, hogy inkább tartalékolnak. Aki tud egyáltalán tartalékolni. Ön kereskedő is, de egyben magánember is. Magánemberként önöknél otthon hogyan telt a karácsony? Köszönöm szépen, tehát a családdal együtt karácsonyoztunk. Amit tudtunk, megtettünk, minden jóba, rosszba, ott voltak a gyerekek is velünk, minden, tehát ebben nem volt semmi probléma. És hogyan készülnek a szilveszterre? Családi körben, vagy inkább barátokkal? Csak otthon, magányosan. Ön balmozivárosi lakosként, balmozivárosi polgárként hogyan érzi magát? Milyen ma élni Balmazújvároson? Én hajdúartházi vagyok egyébként, tehát nem balmazújvárosi. Hajdúartházon még nehezebb. A kisebbség miatt is feszültek a hangulatok, ugye sok minden kitonyosul, úgyhogy elég nehéz az élet ott. A feszült hangulat vajon miből adódik? Hát abból, hogy nincs munkalehetőség. Az emberek, mi már elkezdtük ezt az egészet az előbb, hogy ugye az embereknek kilátástalan a jövőjük. Ugye régen a szilvesztert úgy kezdtük, hogy mindenkinek munkája volt, kezdtek másodikán az évet, vagy harmadikán elkezdett dolgozni, tudta, hogy abban az évben annál a munkájánél fog dolgozni. Most nem biztos, hogy annál a végén be kell neki menni. Ez a feszültség akár érezhető itt a balmazújvárosi piacon is? Mindenféleképpen. Itt a balmazújvárosi az egyik legjobb piac volt. Éveken keresztül, most már ez nagyon elromlott. És mégis mit üzenne azoknak az embereknek, akik nagyon kétkedőek és nagyon pessimisták, és akár már fel is adták a reményt? Mivel biztatná őket? Kitartás, ennyi. Valaminek úgy is történik el, mert 10 millió embert nem lehet kitenni az utcára, ez biztos. Hogyan értékeli, milyen évet zárt a 2007-ben? Nagyon jó évet zártunk. Minden rend volt, egészség van, többi nem számít. Végre egy optimista balmozivárosi, ennek örülök. Akkor ezek szerint a 2007-es év akár jobb is volt, mint az előzőek? Hát jobb nem volt, viszont nem volt rosszabb. Tehát ez már sikernek értékeljük. És hogyan telt önöknél a karácsony? Egyáltalán hogyan zajlik önöknél otthon a karácsony? Családi karácsonyunk van, együtt a nagyszülőkkel. A szent este hogyan történik önöknél? Szent este? Hát reggel kezdődik a készülődéssel, fa, díszítés, most már együtt a gyerekekkel. Utána megérkeznek a nagyszülők, és utána várjuk a Jézuskát. És a Jézuska ebben az évben is megérkezett? Gondolom megérkezett természetesen önökhöz is, és gazdag Jézuska volt, a picit szegényebb, vagy szerényebb, mint korábban? Át lett értékelve most már azért a szent este, vagy a Jézuska értéke is. Igazából inkább már családi ajándékok vannak. Tehát inkább közösen egy nagyobb, mint hogy sok-sok apró. Most, hogy elmúlt a karácsony, újabb ünnep előtt állunk, én a szilveszter, és érkezik az új év. Önök hogyan készülnek erre, és hogyan zajlik önöknél a szilveszteri ünneplés? Hát a szilveszter, az most egy speciális eset lesz, mert mi nem balmazújvárosiak vagyunk. És itt töltjük a Balmaz fotelbe a szilvesztert. Aha, tehát Balmazújvároson tartózkodó vendégekkel találkoztunk, ez külön öröm számunkra ilyenkor. Hanyadik alkalommal látogatták meg városunkat? Azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom. És ezt köszönheti Sepsi úrnak, a Balmazújvárosi Hotelnek a vezetőjének, mert nagyon-nagyon nagy vendéglátó. És miért szereti Balmazújvárost? Miért választották pont a mi városunkat? Ez egy teljesen véletlen volt. Egyszer eljöttünk, és nagyon megtetszett az a hotel, és a millió, ami itt van, egy csendes, nyugodt kisváros. Milyen programokkal töltik az itt eltöltött kis nyaralás, kis terelés, ha szabad így fogalmazni? Igazából pihenéssel, a gyógyfürdő használatával, és nézelődünk, sétálunk. Hogyan tetszik az újvárosi piac? Hát ez számunkra egy kicsit új, mert nem nagyon jártunk piacra, de nagyon jó, nagyon hangulatos, élvezet itt lenni. Meg szabad kérdeznem, hogy honnan érkeztek? Budapestről. Budapestről, tehát egy nagyvárosból, gyakorlatilag a fővárosból. Mennyivel másabb ez a millió, mennyivel másabb itt lenni, itt járkálni, sétálgatni, tölt az ünnepeket, mint mondjuk a fővárosban? Sokkal nyugodtabb, kevesebb ember van. Tehát az a nagy tömeg nincsen, és tehát minden nap a nagy tömeg az nem jó. Nyugalomra vágyunk egy kicsit.
Önök nagyvárosból érkeztek, a fővárosból. Hogyan tekintenek a 2008-as esztendő elő? Milyen tervekkel, inkább pesszimistán vagy inkább optimistán? Szerintem nagyon-nagyon sok ember pesszimistán tekint a 2008-as évre. És önök? Hát mi is félünk egy kicsit azért. Félnek, és mit üzennének azoknak, akik ugyancsak félnek? Mivel bíztatnák őket? Ez egy jó kérdés, ne adják föl a reményt, másnap nem tudok mondani. Hogyan értékeli, milyen volt a 2007-es esztendeje? Változékony volt minden szempontból. Reméljük, hogy a 2008-as már kezd majd valamit javulni, bár nem sok remény van arra sem. Nekem nem ez a fő foglalkozásom, ugye, sőt foglalkozásom sincsen úgy mondva, mert nyugdíjas vagyok, de... Ez csak arra való volt jó, hogy a gyógyszert, a kis mindennapi filléreket kihozzuk belőle. Ez az év, ez nyugdíjasként ön számára nehezebb vagy könnyebb volt, mint az előzőek? Nehezebb volt. Határozottan állítom, hogy nehezebb volt. Minden szempontból, már a megélhetés szempontjából is, de még azt is mondhatnám, hogy hangulat. Nem mindegy az, hogy az embernek milyen a hangulata, egyáltalán a mindennapjainak a menete. Tehát ez befolyásolta mindenképpen. Balmazővároson milyen volt a hangulat 2007-ben? Rossz. Határozottan rossz. Ez vajon mitől van? Én itt nagy járom a piacot. Egyébként elvem az, hogy legjobb felmérni az emberek hangulatát a piacon. Mert itt őszinték az emberek, itt szókimondók az emberek, itt minden pénzre megy, szó szerint értve minden pénzre megy, itt a pénztárcába kell nyúlni, itt rögtön érzik a vevők, a vásárlók, hogy milyen is az életszínvonal. Több vagy kevesebb vásárló volt ebben az évben? Hát azt mondanám, hogy inkább kevesebb, mint előzőleg. Ez megmutatkozik abban, hogy a pénze kevesebb az embereknek. Itt beszélgettünk az előbb a hangulatról, az ezévi hangulatról, hogy picit nyomottabb volt, rosszabb volt, mint a korábbi években. Ez ön szerint kiadott a karácsonyi ünnepekre is? Feltétlen. Hát mint ünnep, tehát magának az ünnepnek arra nem hatott ki, mert ugye mint hívő ember is, meg mint normálisan gondolkodó ember is, tehát az ünnepnek a lényegén ez nem változtatott olyan értelemben a karácsony hangulatán, de hogyha azt mondanám, hogy ilyenkor az ember ajándékozni szokott, meg másképp szokott étkezni, azon a néhány napon ilyen szempontból kihatott. És önöknél odahaza hogyan telt a karácsony? Családi. Békességbe. Nyugodt hangulatba. A gyerekeim itthon voltak, már úgy értve, hogy a Magyarországon élő, Pesten élő gyerekem itthon volt a élettársával. A másik, a Németországban élők, azokkal ugye minden órában majd, hogy nem azt mondanám, a karácsony napjaiban azt tartottuk a kapcsolatot, tudtunk egymásról, és ez a családi békét, a családi nyugalmat csak szebbé tette. Minden családnak más-más hagyománya, más-más módja van a szenteste eltöltésénél. Önöknél ez hogyan zajlik? Csendbe. Csendbe, igazán csendbe. Én legtöbbször megnézem a karácsonyi műsorokat, nagyon szeretem a Duna TV-t. A Duna TV-nek volt egy sorozat, egy karácsonyi sorozat, ahol a világ magyarjait ugye fölkeresték a riporterek, a Duna TV riporterei, az felemelő volt. Meg magunk között ugye emberileg eltöltjük szép békességbe, nyugalomba a karácsonyt. Most, hogy eltelt a karácsony, hogyan készül a szilveszterre, és milyen gondolatokkal készül a 2008-as esztendőre? Hát a szilveszterre nem nagyon szoktam készülni, ezt őszintén mondom. Nekem a szilveszter nem azt jelenti, mint általában, hát van a koromnál fogva sem, ugye, tehát nem a nagy
felhajtást, az hasonlóképpen telik otthoni környezetbe. Mit üzenne azoknak a kétkedőknek, azoknak a pessimistán gondolkodó embereknek 2008-a vagy általában jövővel kapcsolatban, mivel bíztatná őket? Én általában optimista vagyok. Tehát minden körülmények között is. Már csak azért is, hogyha az embernek egészsége van, az már eleve optimizmusra ad okot. Tehát legyen egészség, legyen békesség, és egy kicsivel, hogyha jobb lesz, akkor én már elégedett vagyok. Én azt mondom, hogy ne marakodjanak annyit az emberek,